Megbeszélése lesz Marseille-ben, de ön Párizsban él. Randia lenne a francia barátjával, de ön Amsterdamban tanul. A nagysebességi vonattal néhány óra alatt odaérhet. Elgondolkodott már azon, mi minden kell ahhoz, hogy ezek a hatalmas gépezetek több mint 300 km per óra tempóval száguldhassanak? Íme a válasz. Az Európa leghíresebb nagysebességi vonatait előállító Alstom gyár óriásai. Gyáróriások, Alstom, a szupervonat. Hajnali 2 óra, Guillaume Rue már Serényen dolgozik. Kérnek kávét? Ez az egyik legfontosabb feladatom. Ébren tartani a többieket, hogy később ne legyenek problémák. A kávé az egyik legfontosabb dolog. Így kell igazi olasz kávét készíteni. Készen is van. Ez a titok nyitja. Már 6. napja folyamatosan éjszakáznak. Nem rossz. Tényleg nem. Elnézést, most ellenőriznem kell egy dolgot. Ez a fiatal francia mérnök azonban nem gyakornok. Mindössze 21 évesen egy vadonatúj fejlesztésű nagysebességű vonat végső teszteléséért felelős. A vonatot első ízben szállítják olasz megrendelőknek. Megnézzük, mit tehetünk. Köszönöm. Később tájékoztatjuk. Ez az éles teszt egy 10 éves folyamatot zár le, egy különleges vonat fejlesztését, amely a világ legtöbb nagysebességű vonatát gyártó vállalatánál zajlik. Az Alstom vállalat a világ 60 országába gyárt vonatokat. Övék a világ vasúti járműgyártási piacának csaknem 1/5. A francia vállalat már átformálta a hazai közlekedést a híres TGV vonataival. Most ugyanerre készülnek Olaszországban az AGV névre keresztelt áttervezett motorvonatukkal. A sikerhez sok évi tervezés és fejlesztő munka, rengeteg hegesztés, szerszámgyártás, szerelés és kábelezés, no meg sok ezer kilométernyi próbaút szükséges. Az AGV szerelményeket lényegében 3 franciaországi üzemben gyártják. Ornanban, ahol a motorok készülnek. Le Creusot-ban, ahol a forgóvázakat állítják össze. És La Rochelle-ben, ahol a kocsik készülnek, és ahol összeállítják a kész vonat szerelvényeket. Mielőtt azonban egy vonat a sínekre kerülne, előbb meg kell tervezni. A mérnökök az utolsó csavarig teljesen újra gondolják a nagysebességű vonat koncepcióját. A tervező csapat Párizsban találkozik, és hozzálátnak a formatervezéshez. Szerinted hogyan tudnánk kifejezni a vadászrepülőgép lényegét? Milyen egy vadászrepülőgép? Mi fejezi ki igazán a sebességet? A kabintető formája? A döntési szög? Augustin, te hogyan szemléltetnéd? A fülke biztosítson optimális fényviszonyokat és kilátást. Jó ötlet. És kell egy jó hely a vonatkürtnek. A forma valóban nagyszerű, ám nem csupán az esztétikum miatt. A vonat áramvonalas formája biztosítja a gazdaságos üzemelést és a csendes futást. Az áramvonalas AGV körüli légáramlások elemzéséhez szélcsatorna kísérleteket végeznek a vonat méretarányos modelljein. Az orr sokkal hosszabb, mint a TGV megtört síkú orr része. És a törzs jobban lekerekített,
mind itt, mind a tetőnél, ami oldalszélben előnyös. Úgy van. A forgóváz burkolata pedig nagyon hatékony zajcsökkentő. Ez a konkáv forma nagyon érdekes. Nem hiszem, hogy valaha is láthattunk volna hasonlót vonatokon. A meghosszabbított orrrész és a lekerekített törzs zavartalan légáramlást biztosít. Az első és hátsó kerekek döntött burkolata pedig meggátolja, hogy a levegő a szerelvény alá kapjon. Ez jó. Sokkal jobb. Ez alatt a többi üzemben a szakértők a vonat más fő alkotó részét is áttervezik. A meghajtó motorokat, a kerekeket tartalmazó forgóvázakat, valamint az utasok biztonságáért felelős rendszereket. A vonatépítők számára a sikert a sebesség jelenti, és a vonatnak nem az autóval, hanem a repülőgéppel kell versenyre kelnie. Ahhoz, hogy a vonat versenyre kelhessen a repülővel, 1000 kilométert kevesebb, mint 3 óra alatt kell megtennie. Ez Franciaország észak-déli kiterjedése. Autóval ez az út 6 órát venne igénybe. Valamennyi teszt és kísérlet azt igazolja, hogy a 3 óránál rövidebb utaknál az emberek többsége a vonatot választja. Az ennél hosszabb útvonalakon is vannak utasok, de itt már nagyobb szerepet játszanak a repülőjáratok. A 3 órás utak esetében a TGV piaci részesedése körülbelül 70-75%. A TGV motorvonatok csúcssebessége 320 km/h. Ez kevesebb, mint a kitűzött cél. Az Alstom az AGV esetében a végsebességet 360 km/h-ra akarja növelni. A sebesség növelésének titka a vonóerő elosztásában rejlik. Az Alstom által eddig gyártott valamennyi nagysebességű vonatot a villanymozdony szerepét betöltő vonófej mozgatja. Ebben a speciálisan kialakított kocsiban kapnak helyet a motorok, az elektromos berendezések és a vezető. Ennél az elrendezésnél azonban a vonat elejére és végére is kell egy-egy vonófej. A vonat 2 kocsiját gépek töltik ki, holott itt már fizető utasok is ülhetnének. A tervezők ezért egy forradalmi újítással rukkoltak elő. Elhagyták a vonófejeket. Korábban a vonat 2 végére koncentrált meghajtást a vonat meghajtó motorral szerelt forgóvázaira osztották el. Így módon a gépek helyére további 100 ülés került, míg a vonat súlya változatlan maradt. A jobb helykihasználás kisebb energiafogyasztással jár. Ez itt az AGV hajtott forgóvázának 3D-s rajza. Itt vannak a tengelyek, az áttétel, meg a hajtómotor. A felfüggesztés elemei itt és itt. Ez pedig a részegységeket egyesítő vázkeret. Egy szokványos mozdonymotor azonban nem férne be egy forgóvázba, ezért egy teljesen új motor kifejlesztésére volt szükség. Ahhoz, hogy a motor beférjen a forgóvázba, csökkenteni kellett a méretet, és legfőképp a tömegét. A TGV-n használtaknál 66%-kal könnyebb motorokra volt szükség. A könnyebb motor nagyobb sebességet tesz lehetővé. A mérnököknek teljesen újra kellett gondolniuk a vonatmotor tervezési elveit. Az összes nagysebességű vonat meghajtó motorjainak hasonló a szerkezete, egy álló rész és a beleszerelt forgó rész. Az elektromágneses hatások megforgatják a forgórészt, az pedig mozgásba hozza a vonatot.
A forgó részbe történő áramvezetésnek azonban van egy hátránya. Az áram által továbbított energia egy része hővé alakul. Ezért a tervezők egy elegáns megoldással az álló részt billelték ki mágnesekkel. Íme. A felső vezetékből az álló rész tekercseibe vezetett áram mágneses mezőt gerjeszt. Ez a mező kölcsönhatásba lép a forgó rész mágneseivel és megforgatja a forgó részt. Az új tervezési megoldás remekül bevált. Az AGV minden egyes motorja 1200 lóerőt ad le, kétszer annyit, mint egy Dodge Viper sportautó. Energiaellátás nélkül azonban a vonat moccanni sem képes. A nagysebességű vonatok az áramszedő, más néven pantográf segítségével csatlakoznak a nagyfeszültségű felső vezetékhez. Az áramfelvétel egy szénből és részből készült vékony érintkezőn történik. A pantográf érintkezője csupán tenyérnyi nagyságú. De az ezen a kis felületen átfolyó áram képes mozgatni a 200 méter hosszú és 400 tonna tömegű vonatot. A fém érintkező jól vezeti az áramot, azonban lágyabb, mint a felső vezeték anyaga. Ezért a vezetéket cikcakos vonalban feszítik a simpája fölé, hogy a kábel ne marjon vájút az áramszedőbe. Ez a kábel a 25 kV-os felső vezeték áramát vezeti a vonat meghajtó rendszeréhez. Az egész vonat összteljesítménye akkora, mint 36 Ferrari sportkocsijé. A különbség az, hogy itt nem csupán két utas van, hanem mintegy 500. Tehát ez egy nagyon hatékony rendszer. Ion belép a vezetőfülkébe, hogy felügyelje a tesztfutást. Bekapcsoltuk a vonat áramellátását. Indulhatunk. A vonat és a személyzet készen áll. Ionnak és csapatának az éjszaka leple alatt kell tesztelniük. Az olasz vasúthatóság nem szeretné, ha a tesztek akadályoznák a normál forgalmat. Amikor megérkezünk, már sötét van. Amikor lefekszünk, sötét van. Észre sem venné, hogy 300 km/h-val száguldunk. Csak nézzük a bennünket körülvevő kocsi belsőt, kívül pedig minden sötét. Az AGV motorvonatban homokzsákok szimulálják az utasok és az ülések súlyát. A vonat vizet is visz magával a síkos hideken való haladás teszteléséhez. Valósághű körülmények között teszteljük a vonatot, hogy később az éles használatkor ne legyenek meglepetések. A mérnökök külön mérősarkokat kaptak a fő szerkezeti komponensek ellenőrzésére. Az egyik mérőhelyen figyelik az áramszedőt. Egy másikon a vonat vezérlő számítógépeit ellenőrzik. A vadonatúj motoros forgóvázakra is jutott egy vonóerőt figyelő állomás. A gyártónak igazolnia kellett az új forgóvázak hatékonyságát, mielőtt azokat beépítette volna az AGV vonatokba. Az Alstom az évek során kialakította azt a gyakorlatot, hogy az új fejlesztéseit látványos módon mutatja be a nyilvánosságnak, feszegetve a vonattal elérhető sebesség korlátait. Amikor a TGV 1981-ben első útjához készülődött, az Alstomnak és a francia vasútnak be kellett bizonyítania, hogy az új vonat képes versenyre kelni a repülővel. Elhatározták, hogy megdöntik a vonatok sebességi rekordját. A sebességi tesztek 1981-ben kezdődtek, amikor elértük a 380 km/h sebességet. 1990-ben pedig egy újabb csúcsot döntöttünk meg 500 km/h sebességgel. Ez a rekord több mint egy évtizedig állt fenn. Sokan úgy vélték, hogy nem is lehet megdönteni. Az Alstom újonnan kifejlesztett AGV motorokra alapozva egy új prototípus építésébe kezdett, amelyet V150-nek neveztek. A célul kitűzött 150 m/s végsebességre utalva. A V150 két TGV hajtófejet tartalmazott, a vonatot pedig az új AGV forgóvázakra építették. 2007. április 3-án a V150 sebesebben száguldott, mint amit a neve sugalt. 160 m/s tempót ért el, ami 575 km/h-nak felel meg.
A rekorder vonatot a Szajnán vitték az Eiffel-toronynál megrendezett ünnepségre. Minden vonatgyártó a kisiklástól tart a legjobban. Az Alstom kisiklás elleni megoldása a legerősebb összekötő kapocs az AGV és az előtt TGV között. A hagyományos vonatoknál minden kocsi két forgóvázon fut. Az Alstom azonban a forgóvázakat a kocsik összekötésére használja. Az így kialakított szerelvény jóval merevebb szerkezetet alkot, így egy kisiklás esetén nem csuklik be, hanem egyenes marad. A forgóvázaknak a kocsi közé történő száműzése az utastérben érzékelhető zajt és vibrációt is jelentősen csökkentette. A nagysebességű simpályákon azonban nagyon ritkán fordul elő kisiklás. Egy másik, jóval gyakoribb jelenség sokkal nagyobb aggodalomra ad okot. A nagysebességű vonatok akár naponta 300 alkalommal is elhaladnak egymással szemben. Az ilyenkor kialakuló légnyomás elérheti a négyzetméterenkénti 1 tonnát. A gyenge kocsi burkolat deformációja életveszélyes lenne. A TGV nagy szilárdságú acélburkolattal ellátott kocsijai erősek, de nehezek. Az Alstom elhatározta, hogy az új AGV vonatnak azonos szerkezeti szilárdság mellett jó pár tonnát le kell fogynia. A cél teljesítéséhez áttértek a teljesen alumínium építésű héjra. 300 km per óra tempó fölött azonban a vezető számára szinte mindegy, miből készült a külső burkolat, ide megbízható védelem kell. A tervezők ezért egy speciális biztonsági rendszert építettek a vonat egyik legfontosabb részébe, az orba. A megamodul egy speciálisan kialakított gyűrődő zóna. Ez egy ütközési zóna, amely akár 4,5 megazsúl energiát is képes elnyelni. Ez egy kisebb trotiltöltet robbanási energiája. A modul 5 cellából áll, amelyek az őket alkotó acéllemezek irányított deformációja útján nyelik el az ütközési energiát. Az Alstom készen áll, hogy a forradalmi újításokat egy új AGV vonattá alakítsa. Az onnani Alstom üzem állítja elő a nagysebességű vonatok meghajtó rendszerét. Az üzemnek több mint 200 elektromágneses motorra van megrendelése az új AGV vonat számára. Az egyik legfontosabb alapanyag a réz. Rengeteg. Mielőtt azonban a tekercsek elbűvölhetnék a mágneseket, valakinek fel kell készíteni őket a nagy találkozásra. A teljesen beburkolt tekercseket két fős csapatok szerelik be a motor álló részébe. Pontosan koreografált csapatmunkával húzzák, illesztik és egyengetik be a helyükre a tekercseket. Most, hogy az álló részt felöltöztették, itt az idő, hogy a párjával a forgó résszel is foglalkozzanak. A forgó részbe először a legfontosabb alkatrészek kerülnek, az állandó mágnesek. A mágnesek különleges védődobozokban érkeznek közvetlenül az úgynevezett fehér szobába. A mágnesek forgó részén elfoglalt pontos helye 7 pecsétes titok. A rotor mágnesei is megkapják a szigetelő burkolatot. A munkát ezúttal egy automata végzi. A
legjobb fémekbe öltöztetett forgórész készen áll a randevúra. Az egymásnak teremtett pár itt találkozik először. Az egész folyamat 6 órát vesz igénybe, és körülbelül 50 alkatrész működik közre. Elég bonyolult első randevú. Ezután a motor egy zárt kamrába kerül, ahol megbízhatósági tesztelésnek vetik alá. A kamrán kívül műszerek rögzítik a maximális fordulatszámra felpörgetett motor üzemi paramétereit. A motornak el kell viselnie a percenkénti 4000-es fordulatszámot, ami a nagysebességű haladáshoz szükséges. Egy másik műszer a tápfeszültség frekvencia ingadozását méri. A mérés egyúttal a motor terhelhetőségi tesztjeként is szolgál. A teljes körűen ellenőrzött nagy teljesítményű motorokat most már beépíthetik az új AGV vonatokba. A motorok készen állnak, hogy átszállítsák őket a forgóvázakat gyártó üzembe. A csúcstechnikát képviselő forgóvázak az Alstom lökrözói gyárában készülnek. A nagysebességű vonatok más részegységeihez hasonlóan a forgóvázak élete is egy vastag acéllemez formájában kezdődik. Az üzem évente több mint 22.000 négyzetméternyi vaslemezt használ fel. Ezzel a mennyiséggel 3,5 futballpályát lehetne lefedni. Az egyenként 1,5 tonnás táblák első állomása a plazmavágó. Az acélt robotizált vágószerszámok szabják olyan könnyedén, mint kés a vajat. Majd hatalmas hajlítógépek formálják a lemezt a kívánt alakra. Az acél megmunkálásához nagy teljesítményű gépekre van szükség. A darabok összeállításánál azonban nélkülözhetetlen a profi hegesztők jó szemmértéke és biztos keze. Amint felvesszük a hegesztő pajzsot és megnyomjuk a gombot, megjelenik az elektromos ív. Ilyenkor megszűnik a külvilág. Csak te vagy és a hegesztési varrat, semmi más. Egyetlen forgóváz összehegesztésén 23 órát dolgoznak a hegesztők. Itt én hegeztem a fémet a kellő helyre, nem pedig egy robot. És ezt szeretem benne. Egy jól elkészített varratot látni, jó érzés. A hegesztés csak első osztályú lehet. Amikor dolgozunk, a majdani utasokra gondolunk. Az ő biztonságuk múlik minden egyes hegesztési varraton. A hegesztést ugyan emberek végzik, a munkaminőségét ellenőrző tapogatók kétség kívül egy robothoz tartoznak. Ez a munkás egy háromdimenziós érzékelő robotot működtet, amely a forgóvázat tapogatja le.
A gép megadott furatok helyzetét méri. A letapogatást követően a mért adatokat összehasonlítjuk a tervrajzon megadottakkal, és eldöntjük, hogy megfelelő-e a megmunkálás. A gép finoman megmunkált tapogatóival a forgóváz minden négyzetcentiméterét megvizsgálja. A furatok egymáshoz mért távolságát összehasonlítja a tervekben megadott értékekkel. Az automatizált ellenőrzésen megfelelt forgóvázkeret egy 600 fokos kemencébe kerül, ahol 12 órát tölt. A hőntartás során az illesztett alkatrészek szilárdan egymáshoz rögzülnek. A kész vázkeret immár befogadhatja a többi fődarabot, a kábelezést, a felfüggesztés elemeit, és nem utolsó sorban a legfontosabb alkatrészeket, a kerekeket és a fékeket. Ez a gép 120 tonnával préseli a tengelyre a kerekeket. Ez a kapcsolat egy életre szól. Ugyanúgy, mint a hegesztéseknél az összepréselt tengelyek méreteit is robotkarok ellenőrzik. Ideje, hogy a szerelt tengelyek találkozzanak a vázkerettel. A művelet során mintegy görkorcsaját húznak a vonat lábaira. Ha nem elég alaposak, ez a forgóváz sohasem fog sineket látni. Az elkészült forgóvázak immár megkaphatják az Ornamból éppen jókor érkezett elektromotorokat. Technikus egy szívátültetést végző sebész precizitásával emeli be a 750 kilós motort és csatlakoztatja a vezetékeket. Forgóvász pedig útra kél, hogy találkozzon a vonat többi alkotó részével a La Rochelle-i gyáróriásban. A mobil labor fedélzetén a vonóerőért felelős csapat az új forgóvázakat ellenőrzi. Az AGV-t felgyorsítják és megkezdik az első tesztet. El kell érniük a 300 km per óra sebességet. Valamennyi rendszer stabilnak tűnik. A vonat működik. A valódi teszt azonban nem csak arról szól, milyen gyorsan képes haladni a vonat, hanem arról is, milyen hamar tud megállni. A mobil labor most a vízfékezési eljárásokat próbálja végig. A féktesztek minden lépése nagyon fontos, mivel ez közvetlenül érinti az utasok biztonságát. Ezért ez az egyik legszigorúbb teszt. Egy 400 tonnás vonat nem képes egyetlen pillanat alatt megállni. Ezen a vonaton két fékrendszer dolgozik, egy elektromos és egy légfékrendszer. Veszély esetén mindkettőt egyszerre lehet működtetni a vészfékkel. A szerelvénynek 3 kilométerre és kicsivel több mint egy percre van szüksége a teljes megálláshoz. 400, 200, állj! A hatalmas fékezőerő akár 600 fokra is felforrósíthatja a fékeket.
Lássuk, hogyan mennek a dolgok. Nem rossz. Nézzük a görbét. Nem látok meg csúszást. Nincs csúszás. Hőmérséklet 364 fok. És a sebesség is megfelelőnek látszik. Ez jó, srácok. Megcsináltuk. Egy teszt kész. Még 4 van hátra. Ez is megvan. Az AGV forgóvázai megérkeznek La Rochelle-be, ahol a végső összeszerelés zajlik. A beépítésük előtt azonban össze kell állítani a vonatvázát. A La Rochelle-i gyárnak teljesen át kellett képeznie a hegesztőit az új alumínium szerkezettel való munkára. Az alumínium hosszabb előkészítést igényel, mint az acél, és az aluhegesztéshez a legjobb hegesztőkre van szükség. A folyamathoz idő kell. 60 munkás 3 heti munkával állítja össze a vonat kocsijait. Az alumíniumnak köszönhető súlycsökkenés azonban megéri az extra fáradtságot. Az AGV szerkezete 35 tonnával könnyebb, mint a korábbi vonatoké. Az elkészült kocsiszekrények következő állomása a festőműhely. Az olasz megrendelő olyan vonatot szeretne, amely mind az állomáson állva, mind a nyílt pályán süvítve magára vonja a figyelmet. Ezért a versenyautó mélyvörösre esik a választás. A frissen hegesztett kocsi egy mobil hangár védelme alatt a festőműhelybe kerül. A festők nagy nyomású szórópisztolyaikkal vízbázisú festék vékony rétegét hordják fel a kocsi külsejére. Ezt követi a mélyvörös fedőfesték. Mindegyik réteg több mint 3000 fújást és ugyanannyi kézmozdulatot igényel. A festék felvitele és száradása után egy technikus megméri a réteg vastagságot, hogy mindenhol egyenletes legyen a fényezés. Ultrahangos mérőműszert használva a vonatkocsi minden oldalát ellenőrzi. Az előírt réteg vastagság pontosan 400 mikron. Ezután a munkások beszerelik a 75 kilós ablakokat. Majd ragasztóval egyenként rögzítik a párnázott padlóborító paneleket. Ez alatt a technikusok az AGV kábelezését készítik elő. Lézer segítségével fűzöm a vezetékeket. Itt van egy kis karika, ami a vezeték elejét jelzi. Utána pedig követem a vezetékelési rajzot. Kicsit olyan, mint egy puzzle. Követve a tervrajzot,
Emmanuel több mint 1000 vezeték vonatba történő beszerelését készíti elő. A kábelek a vonat idegrendszereként működve továbbítják az elektromos jeleket az agyból a szívbe és a végtagokba. A vezetékeket kábeltartókba fűzik és így építik be a kocsi szekrénybe. A mennyezeti kábelek beszerelését egy speciális állványzattal segítik. A vonat csúcs technológiát képviselő vezérlőpultot kap. Az új vezetőfülke azonban új problémákat is szül. Az új vonat gyártásához többek között új szerszámokat is ki kellett fejlesztenünk. A tervezők úgy döntöttek, hogy a gyorsabb beszerelés érdekében előre összeszerelik a vezérlőpultot, és egy erre a célra épített kocsin gurítják be a helyére. Az ördög azonban a részletekben rejlik. A kézzel készült és pontosan kalibrált berendezés mit sem ér, ha nem fér be az ajtón. Most, hogy belül vannak, itt egy újabb probléma. Kisebb helyen kell elfordítani a pultot, mint egy átlagos gardróbszekrény. És a cipelnivaló sem lett könnyebb. Az ehhez hasonló problémák az egész gyártósort megakaszthatják, és veszélybe sodorhatják a vonat határidőre történő leszállítását. A feladatot meg kell oldani az egyetlen lehetséges módon kézi erővel. Voltak gondjaink, de most már csak apróbb finomítások maradtak. Egy kicsit át kell alakítani a berendezést, és úgy hiszem, már nem lesz vele probléma. A vonatépítésben a fejlett automatizálás mellett is gyakran van szükség verítékes fizikai munkára. Végül, de nem utolsó sorban, össze kell építeni a három üzem által gyártott részegységeket, vagy ahogyan az itteni munkások mondják, összeházasítani. A kész forgóvázakat a fő összeszerelő csarnokba vontatják, amelyet a munkások az alkalomhoz illően katedrálisnak hívnak. Az AGV szíve és gerince készen áll a vonatkocsival kötendő frigyre. Ez a házasság a száguldás jegyében köttetik. Mielőtt azonban bármely AGV vonat kigördülhetne a nyílt pályára, egy sor statikus teszten kell átesnie. A teszteken ellenőrizzük, hogy a vonat minden rendszere rendben működik-e. 28 kulcsfontosságú folyamat 7000 paraméterét mérjük. A tetőn lévő áramszedőtől a kocsi alján található elektromos csatlakozókig mindent átnéznek. A statikus tesztek sorozata minden vonatnál összesen 1200 órát vesz igénybe. Ez 158 órás munkanap. Csupán ezután indulhat útjára az újonnan gyártott vonat. Nem könnyű megtalálni a hibákat és a rendellenességeket, és a kijavításuk sokáig, néha több napig is eltart. Nagyon érdekes és hálás munka, még úgy is, hogy jobb lenne, ha nem kellene ilyesmivel foglalkozni. A több hetes statikus teszt végeztével itt az idő, hogy kiderüljön, hogyan gördül a La Rochelle-i végszereldéből kibocsátott AGV. A futás ellenőrzésre az Alstom 2 kilométer hosszú központi tesztpályáján kerül sor, amely a gyárhoz közeli Bellevue-ben található. Egy 30 millió euróba kerülő AGV első futása mindig rendkívül izgalmas. Amikor első alkalommal indítunk útjára egy ilyen összetett gépezetet, mindig megvan az esélye, hogy a dolgok nem a tervek szerint alakulnak. Az igazság pillanata.
A tesztelőcsapat Argus szemekkel figyel. És a vonat mozgásba lendül. Az elvárások szerint gyorsul 0-ról 60 km/h tempóra. Ez a sebesség azonban csupán a bemelegítés. A vonat készen áll a nagysebességű fő attrakcióra. Az olaszországi tesztelésre. A nagysebességű teszteket végző csapat már több mint 6. hónapja éjszakázik. A mozgó laborban végzett folyamatos éjszakai tesztelés sajátos munkakörnyezetet alakított ki. Mivel gyakorlatilag itt élünk a vonaton, és szinte mindig más és más helyen tesztelünk, önfenntartásra kellett berendezkednünk, akár csak egy tenger alatt járó legénységének. Csak magunkra számíthatunk. Van egy kis hűtőnk, az első segélykészlet, ivóvíz, mert nem mindig jutunk friss vízhez. Az összes olyan szerszámmal rendelkezünk, amire a vonaton szükség lehet. Ez az áramfejlesztő szoba, benne a 220 voltos generátorral. Erről működnek a háztartási gépeink és a szerszámok. Ez működteti őket. A kicsike általában napi 15 órán át üzemel. Szinte a barátunkká vált. Itt vannak a gázolajos kannák. Körülbelül 30 liter fogy naponta. A rengeteg kávét se felejtsük. Nem is rossz. Elnézést, most ellenőriznem kell egy dolgot. Probléma adódott. Guillaume nyomban visszatér a többiekhez, hogy megnézze, mi történt. A vonat megállt, a mérnökök a rendszereket ellenőrzik. Az áramszedő becsukódása miatt megszűnt a vonat energiaellátása. A vonat vezérlőrendszere megpróbálja kideríteni, mi a probléma a vezetőállásban. Egy hosszú éjszaka után a legkisebb gond is feszültséget okozhat. Nem fogunk újból hibázni. Fabio, mit csináljunk most? Nyugi. Én nyugodt vagyok, de 25-en vagyunk itt. Négyszer futhatunk neki, sikerülni fog. Én nem is tudom. Hé, Guillaume, lazíts egy kicsit. Egy kicsit aggódom, mert... Nem fogunk kudarcot vallani. Nem engedhetnek meg maguknak egy újabb üzemzavart. Készen vagyunk, uraim? Már másfél órát csúsztunk a tervhez képest. A csapat a következő tesztfutáshoz átkapcsol a tartalék áramszedőre. Még 3 tesztmenet, és az éjszakai műszak véget ér. Most körülbelül hajnali 5:30 van, és a műszak vége. Mind az 5 betervezett tesztet megcsináltuk. Voltak kisebb gondok, amiket meg kellett oldanunk, és meg is oldottuk őket. A teszt elég jól ment. 5-ből 4-et sikerült teljesíteni jó eredményekkel. Elégedettek vagyunk. Kicsit fáradtak, de elégedettek. A mai nap sikeres volt. Mindig van, aminek örülni lehet. Camonque per ostato, olaszul beszélek. Bene, bene. Klassz éjszaka volt, és készen állunk a következőre. Holnap, ugyanekkor, ugyanitt. Megpróbáljuk még egyszer. A több mint egy évtizedes fejlesztés követően az AGV készen áll arra, hogy átszelje az olasz tájakat. Ki tudja, miféle újításokat hoz majd a szupervonatok következő generációja. Addig azonban az AGV marad az Alstom gyár óriás legkorszerűbb vonata.
Narrátor Koroknai Géza, munkatársak Eszes János, Férentáj Bernadett, Derzsi Kovács Éva, Pap Krisztián, Kogzita, Gellén Attila. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.